Sziasztok! Ma azért jöttem, hogy bemutassak nektek egy igencsak különleges képregényt, és itt ezúton szeretném megjegyezni, hogy hálás vagyok azért, amért a komoly felnőtteknek való eddig még ki nem adott nem szuperhős képregények mellett kezdenek beszivárogni hozzánk azok a fajta képregények is, amik fiatalabbaknak készültek, és szintén nem szuperhős témájú képregények, hanem egyedi történetek. Ezeknek az egyik legjobb követője az Ánya kísértete, ami egy teljesen jó kis képregény. Tehát kifejezetten az általános iskola felső tagozatosoknak és a gimnazistáknak tudom ajánlani, de aki felnőtt és szeret visszaemlékezni a gimis éveire, az is bőven talál benne olyan dolgot, ami szimpatikussá teszi, még ahogy láthatjátok, még Neil Gaimannek is tetszett. A történetnek egy Ánya Borzakovszkaja nevű lánya főszereplője, aki orosz bevándorló családban született, és Amerikában próbál beilleszkedni a társadalomba, akcentusát elhagyta, és megpróbál kellőképpen amerikaiasan viselkedni, leszokni az orosz szokásokra, és beilleszkedni, integrálódni a társadalomba, amit megnehezít az édesanyja, aki egy vallásos közösségnek a tagja, és egyébként büszke az orosz gyökereire. És hát ugye a nevét is nagyon nehéz megjegyezni, nagyon nehezen ejtik ki az emberek, tehát akármennyire is próbálkozik, nem tud annyira beilleszkedni, mint amennyire szeretne. Egy alkalommal beesik egy kútba, és a kurban találkozik Emilyvel, a szellemmel, és hát amikor sikeresen kimenekül onnan, akkor véletlenül magával viszi Emily egyik csontdarabját is, Emily hullájának az egyik csontdarabját, és Emily ugye emiatt, hogy a csontjához van hozzákötve, ezért Ányával tart, és része lesz a mindennapjainak, segít neki a dolgozatokban, segít neki jobb csajjá válni, és arra törekszik, hogy Ányából azt a fajta nőt nevelje ki, aki bármelyik pasinak megtetszhet. Így szemmel láthatóan Ányának az élete, akinek korábban nagyon kevés barátja volt, nagyon nem azok a fiúk érdeklődtek iránt, akiket ő szeretett volna, hogy érdeklődjenek, és az élete így megváltozik kicsit, tehát ő maga is formálódik jellemileg, természetileg, és úgy blokk minden tekintetben. Azonban fontos ki megjegyezni, hogy Emily nem ok nélkül, nem plusztán szívjóságból segít ennek a lánynak, és a történet során ki fog derülni, hogy bizony Emily nem egészen az, akinek látszik. A történet maga csak részben érinti a kísértett történeteket, tehát nem horror történetről kell itt most elsődlegesen beszélni, hanem egy teljesen jópofa kamaszkori tínédzser történetről, ami elég tipikus, csak annyi, hogy meg van blondítva egy kis kísértett sztorival is. Ánya, Emily, Ánya családja, Ánya egyetlen igazi barátja, Söván az, aki egy ír csaj, aki olyan szinten pasisra lett megírva, hogy nem is el is feledkeztem róla, hogy igazából egy lányt látok. Elődeszk a hátulléc, tohányzik, csúnyán beszél. Az a tipikus, sztereotíp ír bevándorló. És persze ott van még Gyima, aki egy kocka, tehát a legjobb tanuló az osztályban, ő is orosz, és éppen ezért úgy érzi, hogy közelednie kell Ányához, egy gyülekezetbe is járnak, és ő az, aki nem tudott rendesen beilleszkedni. Tehát még Ánya elhagyta az akcentusát, addig Gyimának ez nem jött össze, és az angolt sem tudta olyan szinten elsajátítani, ahogyan azt kellett volna, viszont cserében nagyon jók a tanulmányi eredményei. Éppen miatt ki is van PC-zve. Ugye azt a beillesztett képeken láthattátok, elég érdekes, és ugyanakkor aranyos is a művészete. Hűvös színekkel dolgozik legnagyobb részt, és van egy nagyon egyedi színvilága a rajzolásnak, amit nagyon könnyen meg lehet szeretni, és én magam részéről nagyon szerettem ezt a fajta grafikát, én nagyon szeretem ezt a fajta rajzstílust, ami egy kicsit ilyen indie, idézőjelesen, és egyszerre aranyos, ugyanakkor a célnak meg is felel. Szóval leginkább, hogyha mindenki prokont kellene keresnem neki, akkor a Fumax kínálatában megjelent repetát mondanám, tehát kicsit, aki azt szerette, az valószínűleg ezt is szeretni fogja, leginkább azzal lehet párhuzamba állítani. A karakterek jók, nem kiemelkedők, de a célnak teljesen megfelelnek, és jókat lehet rajta szórakozni, és emellett a könyvnek elég sokfajta mondani valója is van. A képregény tele van a bevándorlási kérdéssel, és emellett pedig nagyon érdekes fajta hozzáállása van a könyvnek a múlthoz, tehát fontosan előkerül benne a múlthoz és a hagyományokhoz való kötődés, illetve az újnak való megfelelés. És pár szót még a magyar kiadásról. Kisalakos, Pua Fedeles,
de igényes formában jelen meg magyarul, matt papírra lett nyomva, hogy látjátok, elég minimális rajta a fény, és emellett nagyon szépek, nagyon élesek a képek, úgyhogy azt kell mondom, hogy le a kalappal a Cicerellót, nagyon szép kiadványt hoztak össze egyébként, a Cicero eddig egész jó minőségű és egész jó képregényeket tett le az asztalra, én csak abban reménykedek, hogy lesz piaca ezeknek a fajta képregényeknek is, mert a felnőtteknek való komoly történetek mellett én a magam részéről szívesen olvasgatnék még ilyen kis egyszerű, könnyen befogadható, akár fiatalabbaknak is készült képregényeket. Úgyhogy végszóként az Ánya kísértete egy könnyen befogadható, humoros, szívhez szóló, komoly mondanivalót egyáltalán nem mellőző, de leginkább nagyon jól összerakott kis képregény. Tudom ajánlani mindenkinek, akinek mondjuk tetszett a repeta, aki szereti a kísértett sztorikat, aki szereti a vígjátékot, aki szereti a középiskolai történeteket, aki szereti a minimális fantasyt egy történetben. Ezek az emberek nyugodtan tegyenek egy próbát vele, szerintem nem fogják megbánni. Egyedül csak arra kell figyelni, hogy a grafika az egy ifjúsági stílusú, tehát nem egy nagyon komoly, részletgazdag, festményszerű grafikát lát az ember, hanem egy igenis rajzfilmes hatást keltő aranyos stílust. Emellett pedig ugye a történet light szívű, tehát hiába a kísérte sztori nem megy át trancsírozós véres horrorba, hanem enyhén kezeli ezt a sztorit. Úgyhogy kicsit azt mondhatom, hogy aktán a Casper, ami elég közel van még hozzá, de már ez is egy csarkítás lenne. Én ennyi voltam mára. Legközelebb találkozunk, addig is sziasztok, és olvassatok sokat!